A Pimsleur féle megosztógéppel, influencia géppel fogunk kísérletezni. Több kísérletet végzünk el. Ez a szerkezet arra való, hogy a töltéseket szétválasztja, az elektromos töltéseket. A kísérletek azon alapszanak, hogy az azonos töltések taszítják egymást, az ellentétesek pedig vonzzák. Először ezt a Wimsworth féle megosztógépet szeretném részletesen bemutatni, hogy hogyan működik. Ez az influencia gép két műgyanta korongból áll, amik egy közös karon vannak rögzítve, és ha ezt a kart megforgatom, akkor ellentétesen forog a két korong. A korongokon alumínium fóliák vannak erősítve, amiket a vezető karok egy fémkefében végződve végig söpörnek, ahogy megforgatom a korongokat. A töltéseket csúcshatás révén a vezető karok továbbítják a kondenzátorokra, ezek lejdeni palackok, gyakorlatilag ott tárolhatók a töltések. Ez a két kar, a két elektróda, ha közelítem őket egymáshoz, akkor tulajdonképpen a palackokat rákapcsolom a vezető karokra, és szakaszosan fog kisülni, ami fényjelenségben és hangjelenségben mutatkozik. Még ha egy picit távolabb tartom, akkor is talán látszik a szikra, ahogy kisül. Le is vesszük a töltéseket. Viszont, hogyha távol teszem a két elektródát, nem kíséri fém és hangjelenség. Fény és hangjelenség. Tulajdonképpen ezzel az eszközzel fogunk kísérletezni, inkább kisütöm. És a csúcshatást még egyszer kihasználjuk, és megnézzük, hogy hogyan működik. Erre a vezető tüskére, fémtüskére kapcsolok töltéseket, pontosabban egy nemű töltést viszünk fel, és az elektromos szél jelenségét fogjuk megnézni. Meggyújtom a gyertyát, látszik, hogy elhajlik a láng. A egynemű töltéseket felvittük erre a csúcsra, ugye a csúcsokon nagyobb a töltéssűrűség, a vezető felületén helyezkednek el a töltések, csúcsoknál nagyobb a töltéssűrűség, ezért a környező levegőben erős elektromos mező keletkezik, a levegő részecskék pozitív és negatív részecskéi szétválasztódnak, a vezetőn felhalmozódott töltéssel ellentétes töltésűeket odavonza, és aztán azok, ahogy átveszik a töltéseket, hirtelen eltaszítja, ez az úgynevezett elektromos szél, ez hajlítja el a lángot, időnként az is sikerül, hogy eloltja, de általában csak elhajlítja a lángot. A következő kísérlet ez az úgynevezett elektromos bolt, ahol a vezetőn egy papírcsíkokból álló bolt van ráerősítve, és gyakorlatilag, hogyha az egynemű töltéseket felvisszük, akkor taszítani kell egymást. Nézzük meg, hogy az azonos töltések taszítják egymást. Ezért a papírcsíkok eltávolodnak egymástól. A következő kísérlettel ellentétes töltéseket viszünk ennek a szerkezetnek a két lemezére. Ugye ez az úgynevezett golyók tánca, amit látni fogunk. Alul is egy fémlemez, fölül is egy fémlemez van. Ugye az egyiket az egyikre kapcsolom, a másikat a másikra, tehát ellentétes töltéseket viszek fel a két lemezre.
Amit láttunk, az alsó lemezen lévő töltéseket, hogyha felveszik a könnyű kis fémgolyók, akkor ugye az azonos töltések taszítják egymást, felrepül a felsőhöz, ami egyébként vonzza is, mert ugye másik töltésű, átveszi a töltést, és ugyanúgy oda-vissza ugrálnak a kis golyók.